Majdnem. Így. Úgy, úgy. És akkor így. Úgy van, mert ugye egy a kampózár nem tud lefordulni, mert az a kis sarkantyú befogja. Tökéletes. Itt egyes, kettes pont, hogy itt csak annyi kell, hogy a SL soron... Hány pontot fogunk írni, ezt gondoljuk? Hát a jelzővörös mellett lesz meghaladható, az egy pont. Igen. A soronpóról kell rendelkeznem, az még egy pont. Akkor az már kettő. Mert kézzel lezárom. Uh-huh. 2018. november 8-án a MÁV HÉV forgalmi szolgálattevői tanfolyam a gyermekvasútra látogatott, és három állomáson tanulói szolgálatot látott el. Mi a kapcsolódási pont a gyermekvasút és a MÁV HÉV ZRT között? Vasútas szakember képzés egy rendkívül időigényes feladat, ráadásul megítélésem szerint csak az, hogy valaki ebbe otthonosan mozogjon, ez legalább olyan, mint hogyha nulláról egy újabb nyelvvizsgát középfokú szintre meg kellene tanulni, ennek az egész vasutas világnak egy sajátos nyelvezete van. Úgyhogy amikor egy tanfolyam eljut abba a szakaszba, hogy az elméleti tudást megszerezték, onnan a következő lépés, amit talán egész élete végéig tanulhat az ember, hogy ezeket a különböző megtanult szabályokat, szabályrendszereket hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni. A vasutas képzésnek egy olyan sajátossága, hogy nem nagyon van erre olyan megfelelő gyakorló telep a valódi élethelyzetek kivételével, viszont ma éppen egy ilyen helyszínen tudunk megjelenni a tanfolyami hallgatónkkal. Itt a gyermekvasúton megvan a lehetőség arra, hogy a megszerzett elméleti tudást gyakorlati szinten ki lehessen próbálni, és kialakuljon az a keretrendszer, amiben ezt az elméleti tudást használni szükséges. Egy ilyen nap sokkal szabadabb, nem oktatóteremben zajlik az oktatás, hanem kint a természetben szó szerint, így lehetőség van beszélgetni, kérdezni. A mai nap kapcsán milyen gondolatokkal, kérdésekkel találkozott vezérigazgató úr? Hát amit a kollégákon első körben látok és tapasztalok, hogy valóban az elméleti tudás megvan, de amikor ezt a gyakorlatban alkalmazni kell, akkor előjönnek azok az első körös bizonytalanságok, amit hogyha egy-egy folyamatot, munkafolyamatot az ember ebbe végigcsinál, akkor azután a gyakorlattá válik, és magabiztossá válik benne. Ez a magabiztossá válás. Tehát megvan az értelme annak, hogy kijöttünk ide, megvan az eredménye, hogy már egy kicsit elkezdenek otthonosan mozogni azokba a szituációkba, forgalmi helyzetekbe, amiben nap mint nap majd meg kell állniuk a helyüket. Megtanulhatjuk, hogy egy írásbeli rendelkezés kitöltését azt hogyan kell lépésre lépésre megtenni, de még ha itt állunk, akkor azt le kell fordítani az adott állomási környezetben egy szituációra, és abban egyedileg megfogalmazni. Ezek alapján a foglalkozás gyakorlati célja az mindenképpen egy olyan hozzáadott többletérték, aminek a lehetőségét ezúton is köszönöm a gyermekvasút vezetőségének, és remélem, hogy még hosszú éveken keresztül tudjuk ezt a lehetőséget kihasználni. Jó, és ha megáll a vonatban, akkor csak kell. Eléggé rutinszerűen zajlik a mai nap, ez bizony azt feltételezi, hogy komoly történelmi múltja van annak, hogy itt oktatás zajlik, és nem csak gyermekvasutasok oktatása zajlik, hanem felnőtt oktatás is. Így van, hát a gyermekvasút már a megalakulásakor, tehát még úttörővasút néven 1948-ban, amikor elkezdődött a vonalnak az építése, már oktatási céllal épült. Ezt a mai napig tükrözi, hogy a különböző állomásokon különböző biztosító berendezések vannak, így nem csak a gyermekeknek az oktatása, hanem a felnőttek oktatása is a nagyvasutas utasításrendszer és biztosító berendezés típusoknak megfelelően felkészíthetőek az embereink arra, amit a nagyvasúton majd végezni fognak, és hát a HÉV berendezései teljesen hasonlóak, mint a MÁV területé, csak kevesebb fajta van belőle. Éppen ezért a HÉV-esek oktatása is már-már rutinszerű több évre visszatekintő. A MÁV esetében nincs ilyen több évre visszamenő múltbeli kapcsolat, de már ők is gondolkoznak azon, hogy a gyermekvasutat bizony erre is lehet használni. Így van, hát ez a felnőtt oktatás, ez itt az úttörővasút területén a rendszerváltásig, ez egy rendszeres dolog volt, bár nem ilyen formában, azt kell, hogy mondjam, hogy a mai oktatások sokkal profi formában zajlanak már. 2001-2002-ben merült fel a gondolat HÉV-es oktatók körébe, a kis csapatnak én is az egyik tagja voltam, akik voltak gyermekkorukban gyermekvasutasok, hogy mi lenne akkor, hogyha a tanfolyam végén, még a vizsgák előtt beültetnénk a felnőtteket, és ugyanazokat a feladatokat várnánk el
tőlük, mint a gyerekektől. Csak hát ők sajnos nem annyi napot járnak ide, hanem egy-egy órát tudnak csak egy-egy területen eltölteni, illetve a vasútállomások közül csak azokra hozzuk őket ide, ami a HÉV területén is megtalálható berendezések. Így 2002 óta ez már rendszeres. Érdekessége a dolognak, hogy 2016 óta a MÁV Baross Gábor Oktatási Központ felfigyelt erre, hogy ezt ők is meg tudnák tenni, és így 2006 óta a nagyvasúti forgalmi szolgálattevőknek is tartjuk ezeket a gyakorlatokat teljesen hasonló formában, csak ők nem erre a három állomásra vannak bekorlátozva, mint a hévesek, mert a MÁV területén valamennyi biztosító berendezés megtalálható azok közül, ami a gyermekvasúton is van. És akkor az indulási idő adatokhoz mérten kell mindig kiszámolni a menetrendből, hogy mennyi volt az eltérés. Ugye itt az indulást nézzük, megkeressük a 2.35-ös, 27-kor kellett volna menni. És 34, tehát akkor 7 perc az meg. Az jó. A gyermekvasúton ma egy különleges nap volt, mert bizonyos állomásokon gyermekek teljesítettek szolgálatot, ahogy az év többi napján szokott ez lenni, és bizonyos állomásokon pedig felnőttek voltak, felnőtt tanulók, a HÉV forgalmi szolgálattevő tanfolyam tanulói. Ez a gondolkodás és ez a koncepció hogyan illik bele a gyermekvasút gondolkodásába? Amikor felkérést kaptunk néhány évvel ezelőtt, hogy a felnőtt képzésben is vegyünk részt, ezt nagy örömmel fogadtuk, több indítatásból is megörültünk ennek a lehetőségnek. Egyrészt munkatársaim igen jó képzett vasúti szakemberek, és nagyon nagy szakmai tapasztalatuk gyűlt össze a 10-14 éves és az ennél idősebb gyermekek szakmai nevelésében, illetve gyerekekkel való foglalkozásban. Bizonyos rutinok szervesültek náluk, ellenben a nagyvasúti tapasztalatok azok némileg háttérbe szorultak azzal, hogy a gyermekvasúton teljesítettek szolgálatot, és mindenképpen úgy éreztük, hogy érdemes kipróbálni, hogy mennyire tudnának ők részt venni a felnőtt képzésben. Mennyire tudnák átadni azokkal az általuk ismert módszerekkel, általuk alkalmazott metodikákkal a vasút alapfokú ismeretét is, illetve a vasút szeretetét, hiszen ez a 1-2 nap, amelyet nálunk töltenek a hallgatók, ez inkább a vasúti ismeretek áttekintésére, bizonyos területek feltérképezésére, a gyengeségek, erősségek megállapítására, és nem utolsó sorban, sőt inkább legfőképpen a kötött pályás közlekedés szeretetére, magára a tapintható vasútra vezeti rá az itt lévő hallgatókat. Így munkatársaim ezt a kihívást örömmel fogadták. Kialakult egy többé-kevésbé létszámában stabil csapat, aki ebben részt vesz. Megpróbálunk a gyermekvasút szabad kapacitásainak függvényében részt venni az összes felkérésben. Ennek az adja az alapját, az adja a lehetőséget, hogy ősszel, télen, illetve tavasszal egy csökkentette menetrendi kínálattal megyünk, ugye, ami a szenzorozatásunkból adódik. Ehhez kapcsolódóan több állomásunkat ilyenkor zárva tartjuk, hiszen technológiának nincs rá szükség. Ezeknek az állomásoknak a kinyitásával viszont és ide szolgálat szervezésével fel tudjuk venni azt a fordulatszámot, ami ahhoz szükséges, hogy az itt nálunk megjelenő MÁV-HÉV, vagy pedig a MÁV forgalmi szolgáltatévő gyakornokait fogadni tudjuk előre eltervezett módon és ütemezve.